Sziasztok! Most arról szeretnék nektek beszélni, hogy van-e olyan, hogy lelki betegség. Mielőtt megtapasztaltam volna a tiszta lélek állapotát, azon a tudatossági szinten, amin előtte voltam, azt hittem, hogy az energiákkal gyógyítani tudom a lelket. Akkor az igazságnak még az a szintje nem tárulkozott fel, amit most tapasztalok. És most, amit tapasztalok, az az, hogy a lélek az nem beteg. A lelket nem kell gyógyítani. A lélek soha nem volt beteg, mindig is tiszta volt. A lélek az egy lélek, és mozdulatlan, és örökkévaló. És soha nem született meg, és soha nem halt meg. A lélek alszik, és tesz személynek hiszi magát. De a léleknek nincs köze ahhoz, a folyamatokhoz, ami a testem betegség formájában megjelenik. Annál inkább a személynek. Hiszen a személy, aminek hiszed magad, az valójában csak egy gondolat. Egy gondolat, ami a semmiből megszületett, a figyelem által, ami vagy, valóságosnak tűnik. A figyelem ad neki valóság energiát, ami által valóságosnak tűnik, és te elhiszed, hogy ez a személy vagy. És ennek a személynek van egy egyéni akarata. Egyéni elképzelései, egyéni hiedelmei, egyéni valósága. És ugye, hogyha az élet áramlása ezzel ellenkező szituációkat, élethelyzeteket, megtapasztalásokat hoz, ami az egyéni akarattal, elképzelésekkel ütközik, akkor ugye létrejön egy ellenállás. Olyan ellenállás jön létre, ami hat a testre. És ezek konfliktusok valójában. És ilyenkor mindig a személy önmagával kerül konfliktusba. Mert személyi szinten is egyedül vagy, és végső valóságként egyként is egyedül vagy. De személy szinten ez az egyedül lét, ez a teljes elkülönültséget jelenti, végső valóságként egyként a teljes egységet, a teljességet jelenti. Személyként önmagadat látod a többi emberben. Mindent, amit nem fogadtál el magadról, és mindent, amit elfogadtál magadról. Amikor olyan emberekkel találkozol, akikhez vonzódsz, valójában ahhoz vonzódsz, amit szeretsz magadban, személyként. Amikor pedig olyan emberekkel találkozol, akik taszítanak, ellenállást váltanak ki belőled, akkor pedig azok a tudattalan gondolatok vetülnek ki, és érzések, amiket mélyen elrejtettél, és nem fogadtál el magadról. Akkor is csak önmagaddal találkozol.
Tehát magadat választod el magadtól, vagy éppen magadat szereted másokon keresztül. Tehát amikor létrejön egy ilyen konfliktus az önmagaddal való harcban, ami kivetül valaki másra, és ez a konfliktus megoldási fázisba kerül, mert éppen feloldódik valami által, akkor ez megjelenik a testen egyfajta tünetként. És hogyha újabb konfliktus jön létre, a félelem hatására, hogy a testen egy elváltozás van, akkor újabb konfliktusok jönnek létre újabb tünetként. Tehát valójában a személy önmagával való harca, önmagában létrejövő belső konfliktusai, önmagával szembeni ellenállása azok a tünetek, amik a testen megjelennek. Amikor a felébredést megtapasztaltam, és megtapasztaltam, hogy nem az vagyok, akinek hittem magam, és utána a testre néztem, a tiszta lélek állapotából láttam, hogy a testnek minden sejtje, a vér, a csont, az egész test szolgál. Őszinte tiszta szolgálat árad belőle, olyan szolgálat és olyan feltétel nélküli tiszta szeretet, amit addig sosem tapasztaltam. És nagyon nagy szeretet árad belőle, és szolgálat, hogy mindent meg tudjon tenni. Értem. És csak értem él. Csak engem szolgál, csak engem szeret. Ez áradt az egész testből, minden sejtből, mindenhonnan, minden felén fordult, minden szeretete. És ezt addig soha nem láttam meg, amíg személyként tekintettem a testre. Egy különállóként tekintettem rá, de mégis a testnek hittem magam. És teljes más volt ez a tapasztalás a felébredést követően. És most picit szeretnék arról beszélni, ami a saját tapasztalatom volt. Önmagamon is sokszor alkalmaztam azokat a gyógyító energiákat, amik megnyilvánultak rajtam keresztül, és sokszor nálam a különféle konfliktusoknak a tünetei a jobb mellemben különféle csomók formájában nyilvánultak meg. Főleg azok a konfliktusok, amik emberekhez, férfiakhoz kapcsolódtak, azok mindig a jobb oldalon nyilvánultak meg. És mindig akkor, amikor megoldási fázisba kerültek a konfliktusok. Folyamatot már ismertem, mert 2 hétig mindig növekedett a csomó, amikor a figyelem által észrevettem, hogy ott van. Egyre nagyobb lett, egyre keményebb. Majd a 3. héttől általában elkezdett zsugorodni, és 1,5 hónap alatt teljesen eltűnt. Akkoriban sokat alkalmaztam még a test tisztítását is, különféle méregtelenítéseket az energiák mellett, de amit megfigyeltem, hogy az, hogy magától ezek a csomók eltűntek, az egyrésztről köszönhető volt annak, hogy a figyelem szeretettel együtt támogatta ezt a folyamatot, de a legnagyobb támogatás az az volt, amikor a figyelmet levettem róla, és magától tudta gyógyítani önmagát a szeretet által, amit még akkor ugye
Nem láttam ilyen tisztán. És valójában a személy önmagában az, ami a belső konfliktusok által létrehozza ezt a betegséget, amit betegségnek nevezünk, mert valójában még a betegség is illúzió. De ha elhiszed, akkor te adsz neki valóságtartalmat a figyelem által, ami vagy. Ha nem hiszel benne, és illúziónak hiszed, akkor magától eltűnik. És azért tűnik el magától, mert amikor létrejön az elengedés, és a jelen pillanatban vagy, akkor megtapasztalod a csendet, a békét, ami valójában vagy, ami a te természetes létállapotod. Vagyis ilyenkor nincs jelen a személy, nincs jelen az azonosulás. A figyelem a csendben pihen. És tudod, mi ez a csend? Ez a csend és béke maga Isten. Isten, aki ezt a világot teremtette. És amikor a figyelmed a csendben van, akkor te magad vagy Isten. És ez a minőség az, ami megnyilvánul a testen keresztül, test minden sejtjében, minden rezdülésében ez az energia áramlik, ami valójában vagy, és ez a minőség megtölti a szolgálat, a szeretet, a szabadság által, és a csendben minden a helyére kerül. Minden a helyére rendeződik. Egészé rendeződik újra. És ez maga a gyógyulás. A csend általi gyógyulás. A csend és békében való jelenlét, ami a testre is hat. Ami a test is maga abban a pillanatban. A felébredés előtt egy óriási tojás nagyságú csomó lett egy konfliktus megoldási fázisa következményeként, szintén a jobb mellemben. És beszéltem már erről nektek egy másik hanganyagban, hogy ez a csomó a felébredés előtt egy hét alatt óriási tojás nagyságúra duzzadt az éjszaka megjelenő félelmek hatására. És közvetlen a felébredés megtapasztalása előtt már elkezdett zsugorodni ez a csomó, de amikor a személy eltűnt, akinek hittem magam, korábbi tapasztalataimhoz képest, amikor másfél hónap alatt tűnt el teljesen egy csomó, ez 5 nap alatt eltűnt teljesen. Az, hogy 5 nap alatt teljesen eltűnt ez a tojás nagyságú óriási duzzanat, amit soha addig nem tapasztaltam a testemen. Ez annak volt köszönhető, hogy az a csend, a jelen pillanatnak azon feltárulkozása, amit megtapasztaltam, ami saját magam vagyok, így hatott a testre. A test olyan intenzitású szolgálat
szolgálata jelent meg azáltal, hogy magasabb intenzitású csend jelenléte tárulkozott fel, hogy ilyen gyors regenerációt hozott létre. Tehát nincs ilyen, hogy lelki betegség. A lélek tiszta, a lélek szabad és örökké való, és mindig is az volt. Ha bármilyen elváltozást tapasztalsz a testedem, tudd, hogy te a figyelem vagy. És azt is tudd, hogy ha a figyelmet félelemmel keveredik, és úgy megy a testre, akkor a félelem hatására a test öngyógyító folyamatai lelassulnak. Ezért, ha a figyelmed oda megy, szeretettel menjen oda. Engedd meg, hogy ott legyen. Mondj rá igent. Engedd meg, hogy az az elváltozás szabadon legyen jelen, hiszen egyébként is szabad. Te próbálod akaratoddal eltüntetni. Te próbálsz tőle megszabadulni, de tudd azt, hogy minél jobban meg akarsz tőle szabadulni, annál jobban ellene vagy. Engedd meg, hogy ott legyen. Engedd meg, hogy jelen legyen. Mondj rá igent, ha a figyelmed oda téved. De próbáld meg figyelmedet máshova vinni. Hiszen biztosan tudod azt, hogy amikor elvágod az ujjadat, az összefor. És ezt mindenki tudja. Nem is félsz, nem is kételkedsz abban, hogy nem fog összeforni. Tudod, hogy így van, megtapasztaltad. A tested ugyanerre képes, bármilyen elváltozás esetén. Ugyanerre képes. Az miatt, hogyha ez nem jön létre, csak te vagy az akadálya annak, hogy az ellenkezőjébe hiszel. Higgy abban, hogy a tested képes és meggyógyítja önmagát. Higgy abban, hogy ahogy egy pici sebet képes begyógyítani, úgy bármekkora nagyságú elváltozást is képes regenerálni. Neked a figyelmed pedig legyen a jelenben, a csendben, a békében, ami te magad vagy. És a jelen pillanat, minél többet vagy a jelen pillanatban, az annál jobban feltárulkozik és megmutatkozik. Mert a teljesség az a jelenben van, most is ott van. Mindenben ez a teljesség van, ami által minden él és létezik. És akkor is ez vesz téged körül, még hogyha nem is vagy erre tudatos. De ha ez felé, a teljesség felé fordulsz, ez felé, az egész felé fordulsz, és egység felé fordulsz, és a figyelmed ezen van, akkor, amikor itt az ideje, akkor feltárulkozik és megmutatja magát. Megmutatja azt, hogy ez te vagy valójában. Megmutatja azt, hogy mindenben te vagy benne. Abban a személyben, aki fél a betegségtől, a betegségben, a testben, a világban,
mindenben te vagy benne. Nincs közte különbség, mert ez egy. És minden szolgál ebben az egyben. Az a személy is, aki testnek hiszi magát, aki azt hiszi, hogy ő beteg, vagy a test, amin az elváltozás van, minden szolgál. Szolgálja azt, és az felé vezet téged, hogy felismerd, hogy te nem külön-külön ezek a részletek vagy, hanem az egész, amiben ez az egész megnyilvánul. Valójában minden konfliktus, ami önmagunkkal kapcsolatban zajlik, és a többi ember csak egy tükör rá, és ez a sok-sok ellenállás, amivel elválasztjuk magunkat önmagunktól, ez is egy szolgálat. Hiszen olyan mélyre visz, amikor már olyan mélyre megy ez az elkülönültség, ez az önmagunkban való konfliktus, ellenállás, hogy nincs tovább, akkor ott megjelenik a feladás, a megadás. És a feladás és megadás állapotában megjelenik a kegyelem fénye. A feladás, megadás az a halál. És ez a halál nem rossz. Ez a halál egy feloldódás. Az ellenállás, a konfliktusoknak a feloldódása. És most nem a test fizikai halálára gondolok itt, hanem a tudatos halál megtapasztalására. Hiszen a közhiedelemben az van, hogy a halál rossz, és ez nem így van. Ezt tapasztalatból mondom. Mert sokszor megtapasztaltam kisebb halálokat, és a tudatos halált is. A halál egy feloldódás, beleoldódás az igazságba, hogy meg tudjon születni valami, ami által feltárulkozik valami, ami valóságosabb, mint ami előtte volt. Mondhatni, egy újjászületés, vagy felébredés. Tehát, ha megengeded ezt, és engedet hagyod, még a halált is megengeded. Hogy meghalljon az ellenállás, meghalljonak a konfliktusok. Akkor feltárulkozik az a fény, ami tovább visz az utadon. Ez az örökké való fény, a kegyelem. A kegyelem, ami most is mindenben ott van és jelen van. De csak azok tapasztalják meg, akik felé fordulnak. Hiszen a kegyelem az intelligens, és aki felé fordul, azt felemeli. Viszi tovább az úton. Add át magad a kegyelemnek. Bármilyen tünetet is észlelsz a testedem,
Tudd, hogy te nem a test vagy, hanem a figyelem. És hogy te most is annak az egy egész, te most is az az egy egész vagy, még ha nem is vagy rá tudatos, és annak az egy egésznek a test is része. De ez egy, és ez teljes. És tudd azt, hogy bármi is történik, itt a világban, az Isten által történik. Isten az, aki a világot teremti, akin keresztül a világi jó és rossz megjelenik. Mindenben az ő jó szándéka van benne. De még Isten is szolgál valakit. A legfelsőbb jót, az egyet, a legnagyobb teljességet. És ez a legfelsőbb jó nem tud Istenről, nem tud világról, nem tud lélekről. Nem ismer semmit önmagán kívül. Önmagában teljes. A szeretete önmagában teljes. Önmagát szolgálja önmagán keresztül, ezáltal minden, minden Isten is őt szolgálja, és az Isten által teremtett világban is minden őt szolgálja. Tehát amit te jónak és rossznak látsz, az valójában a legfelsőbb jó tükröződése az illúzió világában. Minden olyan, amilyen. Minden ugyanannyira igaz, mint amennyire hamis. Minden olyan, amilyen, és minden eredendően szabad. És hogyha engeded, hogy minden szabad legyen, akkor ez a szabadság visszaáramlik rád. Mert ami kiáramlik, az visszaáramlik, egy egészet alkotva. És ha megengeded, hogy bármilyen tünet a testeden szabad legyen, mert egyébként is önmagában szabad, akkor te magad is a szabadságot tapasztalod. És ha a szabadságot tapasztalod, a békét, a csendet tapasztalod, akkor az egyet tapasztalod, az egészet tapasztalod, és ez tükröződik vissza a testeden is.